Május 9-én tartotta a hagyományos egészségnap elnevezésű programját a Cimra Gyula Általános Iskola. A felső tagozatos diákok különböző egészségügyi témákban hallgathattak előadásokat, többek között elsősegélynyújtásról és újraélesztésről. Az esemény a tanintézet 16 osztályát érintette. Több éves hagyományra tekint vissza a Cimra Gyula Általános Iskola Egészségnap elnevezésű programja. A felső tagozatos diákok május 9-én különböző egészségügyi témákban hallgathattak ismeretterjesztő előadásokat. Idén ez az esemény a tanintézet 16 osztályát érintette. A témaválasztás az eléggé sokrétű, elsősorban az elsősegélynyújtás, újraélesztés, mentőhívás egyebekre terjed ki. Aztán újabban belevettük a lelki egészséggel kapcsolatos előadásokat is. Itt például a nanésokat kell megemlítenem, vagy az Amnesty International-eseket, akik a gyerekeknek a lelki egészségével foglalkoznak. Az iskola idén is, ahogy az elmúlt években, ugyanazon intézmények szakembereivel együttműködve hozta létre az egészségnapi előadássorozatot, így részt vett többek között a SOTE, BOEN nevű orvostan hallgatókból álló csoportja, akik drog és kábítószer, valamint újraélesztéssel kapcsolatos témákban tartottak órát a gyermekeknek, elsősegélynyújtásban pedig az Interambulanz ZRT szakembere volt jelen előadóként. Negyedik éve járok ki az általános iskolában, és alapszintű elsősegélynyújtást próbálok nekik tanítani. Igazából 45 percbe azt próbálom belesűríteni, hogy mik azok a veszélyhelyzetek, amikre oda kell figyelniük, hogyan próbáljanak rendesen mentőt hívni, hogyan legyenek hitelesek, mert ők ugye gyermekek, és hogy egyszerűen, hogy rendesen be tudják jelenteni azt, hogy mi történt a helyszínen. A rendezvény a gyermekek és a szülők körében egyaránt nagy népszerűségnek örvend, emelte ki a főszervező pedagógus. A szülők is igénylik, és nagyon támogatják ezt a fajta tevékenységünket. Ez részben abban nyilvánul meg, hogy a szülő értekezeteken mindig pozitívan szólnak ezekről a dolgokról, illetve sok esetben igénylik is, és megmondják, hogy mik azok a témák, amiről szeretnék, hogyha itt előadások hangzanának el. Az egészségnap célja, hogy a gyermekeknek lehetőségük nyíljon kibővíteni a tankönyvekből szerzett ismereteiket, hangsúlyozta Szederkényi Edina.